Csákvári oldalon az elmúlt két bajnokihoz képest egy változás történt a kezdőben. A sérülése bajlódó Kipri Dávid helyett Dulló Martin kapott lehetőséget a védelem közepén. A Budafok csapatából eltiltás miatt hiányzott Pölöskei Péter, aki a legutóbbi fordulóban a Soroksár ellen kapott piros lapot. Az első percek próbálkozásai után mindkét oldalon feljegyezhetünk egy-egy komoly lehetőséget. A 10. percben egy gyors budafoki támadás során Olá vágott ki hatalmas sprintet, életerős lövését Tóth Balázs bravúrral védte, a kipattanót pedig Kovács Dávid a kapu fölé fejelte. A 14. percben a hazaiak jutottak szöglethez, Daróczi sarokrugását bobácsúztatta meg, majd Farkas gyűjtötte be és készítette lelövésre Molnár Csabának. A hazaiak középpályása lőtt is, ám Lakatos az utolsó pillanatban blokkolni tudott. A 31. percben Tamás Nándor baloldali beadása tréfálta meg Kisián Szabó kapust, aki kiejtette a labdát, ám végül sikerült időben felszednie azt az érkező Daróczi elől. A 38. percben Molnár Csabáról feledkeztek meg a vendégvédők, a hazaiak csékája 22 méterről lőtt is, kevéssel a kapu mellé. Kovács sem járt sikerrel a túloldalon, a vendégek középpályásának lövését Tóth tessékelte pályán kívülre a 43. percben. A második félidő első lehetőségét a 49. perc hozta el. Kercsó baloldalról belőtt labdáját Csillus takarította el a hazai kapu elől. Az 55. percben Pap Máténak kellett mentenie, miután egy Kovács szöglet után a labda veszélyesen csapódott a csákvári kapu felé. A 73. percben Bobák Gergely előtt adódott lövőhelyzet, a hazaiak támadója tüzelt is, Szabó azonban védte a csákvári csatár próbálkozását. A 76. percben Olá távoli kísérlete került el a hazai kaput, majd egy percek később a csákváriak rontottak zicsert, Bobát állalt a csereként pályára lépő Simon elé, aki egy igazítás után lőtt is, ám Szabó megkaparintotta a középre tartó labdát. A 80. percben egy baloldalról belőtt labdát Boros bombázott éleszögből fölé, majd a 82. percben az Akvitár is kihagyta a maga meccslabdáját. Pap jobb oldalról passzolt középre, Simon a nehezét megoldva tisztára játszotta magát, ám nem találta el jól a labdát, mely így elkerülte a budafoki kaput. Újabb helyzet már nem adódott, így maradt a 0-0-ás döntetlen. Szerettünk volna hozni ezt a 3 pontot. Most nekünk a védőknek az volt a cél, hogy ne kapjunk gólt, meddig minden meccsen gólt kaptunk, ez sikerült, fél siker. De azért örülünk az 1 pontnak, most már így a győrelem muszáj lesz nyerni. Próbáljuk a biztos játékot játszani, ugyanúgy, ahogy eddig, tehát szerintem a játék az úgy, ahogy a helye közel rendben volt. Nyerni megyünk, ez a cél, aztán reméljük, hogy ez sikerülni is fog.